Nem tudom számotokra mennyire ismerős ez a márka, ez az ECG, remélem, hogy jól ejtem, mert számunkra teljesen ismeretlen volt eddig. Ezt az olajsütőt egy helyi műszaki kereskedésben vásároltuk most. Nem nagyon néztünk szét ilyen MediaMarkt meg egyéb helyeken, mert most ez egy hirtelen impulzus vásárlás volt. Átértünk már, amiben lehetett a forró levegősre, de azért vannak olyan dolgok, amelyek mégiscsak ilyenben jó megsütni. 2 év gyári garancia jár a készülékhez, úgyhogy ez is azt mondom, hogy elég jó. Most már ez ugye ki lett bontva az üzletben, úgyhogy csak ilyen e-mail ámmal visszaraktuk a csomagolását. Tehát ennyi alkatrészből áll. Vannak hozzá mindenféle ilyen grillező, meg egyéb rácsok, különböző adapterek. Kapjuk hozzá ezt a praktikus kis kosárkát, ugye, hogyha sült krumplit szeretnénk készíteni, vagy olyat, amit nem kell kivennünk a készülékből, tehát ahhoz praktikus. És azt nézem, hogy ezt hogy is érdemes rátenni. Lehet, hogy ide alulra be kell fűzni, így. Aha, igen, ez lehetséges, hogy így kell beletenni. Nem néztem meg előtte. Itt van rajta egy kis akasztó, erre majd kíváncsi leszek, mert az összes más fritőznél olyan bután van megoldva, hogy erről, mivel ez belemerül az olajba, erről lecsöpök kifelé a tálon kívülre az olaj, úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogy ennél ezt hogy oldották meg. Ugye kapjuk ezt, ez egy ilyen kis távtartó. Én azt gondolom, hogy ezen is lehet például sütni, hogyha nem teszünk olajat bele. Tehát ez egy több funkciós készülék, tehát nem fontos olajat helyeznünk bele, hiszen van például ez a pároló rács is, ezt pedig ide kell fölhelyezni. Meg is van a helye, itt ugye ki tudjuk emelni a két kis fülnél fogva, és ha vizet teszünk például bele, akkor tudjunk párolni benne zöldségeket. Tehát nagyon-nagyon sok dologra lehet használni, úgyhogy amikor kihűl benne az olaj, akkor itt van egy kis csőröcske, azon keresztül én ki fogom öntögetni belőle mindig az olajat egy befőttes üvegbe, eltörlöm, és így gyakorlatilag nem csak fritőzként fogjuk használni, hanem egy ilyen multifunkciós sütő, főző eszközként is. No, ez pedig, ha beleteszem, akkor ez egy ilyen, tényleg ilyen távtartó. Mindig megakad a szemem a bolhapiacokon, az ilyen jó kis fondű készleteken, de mindig csak ott áll a polcon, hiszen olyan kevés alkalommal készít fondűt az ember, hogy nincs rá szükség, viszont azt is kapunk hozzá. Tehát ebbe tudunk melegíteni sajtot, tudunk ilyen fondűt készíteni, és ezzel pedig szépen ki tudjuk mártogatni a kenyérrel a sajtmártásunkat. Erre is alkalmas a készülék. Vegyük is ki a dobozából. Erre már nincs szükség. És nézzük is meg az adattábláját, ugye ECG, típus MH158-as, 220-240 voltig is, 1500 wattos. Tehát az azért tök jó. Mondjuk valamelyik fritőzünk, azt hiszem 2 kW-os volt. Ez az 1500 volt azért jó, mert még ha kettő működik belőle, az még belefér a 16 amperbe. Viszont ha már magasabb lenne a fogyasztási értékük, akkor nem biztos, hogy tudnánk használni. Na, nézzük a vezeték hosszát. Szerencsére nem az a szokásos, nagyon rövid vezeték, amit például az ilyen kenyérpirítókhoz adnak, tehát ezzel nem lesz probléma. És ami igazán különleges ebben a készülékben, az az, hogy ugye nem belemerül az a fűtőszál, hanem itt van az alján maga a fűtőszál, ami ezt az alumínium öntvényt, és ez is egy tök jó dolog, hogy ez egy elég vaskos, vastag alumínium öntvény, olyan 2-3 mm-es lehet, ahogy elnézem. És ugye ez jó vezeti a hőt, ezért egy sokkal egyenletesebb hőeloszlást biztosít, és bízom benne, hogy nem fog ráégni majd a felületére. És ez már egy olyan teflon, ami állítólag ilyen kerámia és teflon keveréke, ami nem rákkeltő, de legalábbis most ezt mondják róla, aztán később 5-10 év múlva mindig kiderül, hogy ez nem volt igaz, és az is rákkeltő volt, de bízom benne, hogy ez már tényleg olyan anyag, ami nem rákkeltő. Ugye furcsa lehet, hogy egy 1500 wattos fűtőszál az így csatlakozik, hát ezt én is megkérdeztem, hogy biztos jó-e ez így, de azt mondták, hogy jó, tehát nem lesz vele probléma. Hát gondolom azért, amikor megtervezték, akkor erre is gondoltak, hogy azért itt elég nagy teljesítményről van szó, és egészen 240 fokig tudjuk szabályozni a hőmérsékletet. Már a leírás olvasása közben is nagyon megtetszett ez a készülék, hiszen lehet benne melegen tartani, ugye például fondüt is így készítjük, ilyen esetben 80-100 Celsius fokra állítjuk a termosztátot, tudunk benne párolni, 120-140 Celsius fokon történik, egyszerűen csak bele kell tennünk a zöldségeket, és szépen így, ahogy van, egy kevés vízzel felöntve meg tudjuk párolni azokat, tudunk főzni gőzben, ilyenkor 200 és 240 fok környékére kell állítani, és
két csésze vizet kell, hogy a rácsot ne lepje el. Ugye ez a rács, ugye a párló rácsunk, tehát hogy ezt a rácsot ne érje el, és akkor így tudunk benne zöldségeket párolni, vagy bármi mást. Tudunk benne főzni, tehát akár rizst, akár tésztát, burgonyát, nokedlit, 200-240 fokra állítva a termosztátot így tudjuk megfőzni. Ugye például van a Vegitalnak is egy ilyen kütyüje, ami hát ilyen 50-60 ezer forint környékén van, és ott be tudjuk állítani ezeket a különböző funkciókat, de ez a készülék, ez 18.900 forint volt, ha jól emlékszem, mindjárt megnézem. Igen, 18.990, tehát 19.000 forint. No, de van nekünk ez a másik kütyünk is, ugye ezzel tök automata módban is lehet különböző dolgokat sütni, főzni. Ebben van egy kis keverőlapát is, ugye most nemrég használtuk, azért néz ki így, tehát azért van benne még az olaj. Ugye többen írták, hogy na, ez is egy olyan kütyű, amit majd fölteszünk a polcra, és ott fog porosodni. Nem, nem így van. És ugye itt automata mód van, tehát ez tök kényelmes, mert beállítom a különböző módokat, ott megvan a hőmérséklet is, beállítom az időt is, és ez le is áll ez a készülék. Tervezek egyébként hamarosan egy olyan videót, amiben bemutatom azt, hogy nekünk milyen kütyüjeink vannak itt a konyhában, mi az, amit nem használunk, mi az, amit folyamatosan használunk, mi az, amit alkalmanként használunk, ezzel is segítve benneteket azzal, hogy mi az, amit nem érdemes megvásárolnotok, mert úgyis a konyhaszekrényben köt majd ki, és mi az, ami nekünk például nagyon bevált, és a napi munkában, a napi rutinban sokat segít. Na, de nézzük is tovább, hogy mire alkalmas még ez az olajsütő. Tehát ott tartottunk, hogy főzés gőzben, főzés, sütés, tehát tudunk benne különböző termékeket sütni, a termosztáttal 180 és 220 fokra kell beállítanunk, olajban sütés, ugye nyilván ezért vettük, hogy fritőzként tudjon működni, 2,9 liter olaj megy bele, a másikba is, a lidülösbe, abba 3 liter, vagy 3,5 liter, mert ugye pont arról beszéltünk, hogy ennek az alját nem lehetett kihasználni, mert ott volt a fűtőszál, ebben pedig az alján van a fűtőszál. Pirítást is tudunk benne végezni 180-220 Celsius fokon, grillezés 220 és 240 Celsius fokon, tehát tudunk benne hurkát is sütni, és azt gondolom, hogy mivel teljesen lefedi az üvegfedő, ezért nem fog fröcsögni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy nagyon-nagyon szerethető konyhai alkalmatosság lesz. Na, de helyezzük is üzembe, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen jól el kell mostunk, az üvegfedőt is, meg ezt is, és én utána forralok benne vizet, azért, hogy fertőtlenítsem is. Amikor betesszük a mosogatóba, akkor azért ezek eléggé szennyeződhetnek. Tehát erre majd valamit ki kell találnom. Viszont az tök jó, hogy ezek a lábak, ezek a kis tüskék távol tartják, tehát ha beletesszük a mosogatóba, akkor attól nem kell tartanunk, hogy hozzáérnek az érintkezők a vízhez vagy annak az aljához, tehát ez nem lesz útban, mert ezek távol tartják. Viszont hogyha vízzel telik az alja a mosogatónak, azt kerülni kell, hogy ezek az érintkezők szennyeződjenek. Na, közben itt kattog az infrahőmérőm, azért tök jó átvett egyébként a melegvíznek a hőmérsékletét. Nézzük meg, hogy mennyire egyenletesen melegszik, azért hoztam az infrakamerát. Na ugye, itt már láthatjuk is, hogy egy kicsit átmelegedett, ugye távolabb kell tennem, nem tudom, hogy mennyire látszik. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lesz jó a hőleoszlás. Ki is húzom teljesen ezt a négyzetet, ahol tudjuk az átlag hőmérsékletet nézni, meg minden egyéb mást. Jó, és akkor be is kapcsolom, mondjuk tegyük rá 80 fokra. Ugye jól látszik, hogy elkezdett melegedni, mint állat. De csúnya hangja van. Elég csúnya hangja van, ugye mivel alumínium öntvény, ezért azt írja is a leírása, hogy semmiképpen ne használjuk úgy, hogy ilyenkor hirtelen beleöntünk mondjuk valamilyen hideg folyadékot, tehát ezt kerüljük. Már látom is szomorú sorsunkat, ugyanis már alá szivárgott a fedő fogantyúja alá a víz, tehát ez úgy tűnik, hogy ez nem hermetikusan zár, vagy lehet, hogy innen csurgott alá, és azért ezt is egy gyenge pontnak érzem, tehát hogy ide majd a szennyeződések alá összegyűlnek, tehát nem lesz egy egyszerű ennek a tisztítása, ezt már látom, ugyanis ugye itt összegyűlik a zsíros párás trutyi, és az mind be fog folyni ide a fedő alá. Meg ez is egy érdekes dolog lesz, hogy ott hogy fog lecsöpökni. Itt is látni azt a patkóívet, amit ugye a fűtőszál okoz. Nézzünk rá megint az infrahőmérővel, hogy a víz az mennyire tudja szétoszlatni. Na, nézzünk rá.
Igen, talán így jobb a helyzet, de itt is látni azért azt a patkó alakot. De érdekes, ezek a hő hullámok benne gyakorlatilag, ami látszik, és olyan furcsán mozognak. Aha, tehát az, ahogy áramlik a meleg, és már ez a rész sokkal melegebb. Azt látom, hogy ebben egyenletesen nem lehet majd főzni, és nem lehet sütni. Hát most is látjuk itt a buborékokon is, hogy nagyon látszik ez a patkó alak. Főzésre, párolásra szerintem alkalmas lesz, meg fritőzként rendben lesz, de nem gondolnám, hogy ebben jókat lehet majd főzni. Ahhoz sokkal egyenletesebben el kellene oszlani a hőnek. Pedig nagyon bíztam benne, mert ugye ez egy alumínium vastag edény, és ennek nagyon jól el kéne oszlatnia a hőt, de mégsem ez történik érdekes módon. Ennek egyik oka az is lehet, hogy ugye a fűtőszál az egy ilyen vastagabb alumínium perembe van beleültetve, és lehet, hogy ez okozza ezt a jelenséget, hogy ott ugye vastagabb az anyaga. Még a 120 fokos hőmérséket ráállítva sem ford fel benne a víz, úgyhogy most 140 fokra állítottam. Így már jól láthatóan for és jó kis gőz termel. Hát azért még eléggé műanyag szaga van, úgyhogy még egy kicsit járatjuk. És megnézzük, hogy ezt a hát legalább 4 liter vizet mennyi idő alatt forralja fel. A fogyasztás mérőm szerint jelenleg 1380 wattot vesz fel a készülék. Hát nyilván ez egy bizonyos feszültségen igaz. Mindjárt meg is mondom nektek, hogy milyen feszültség van. 216 volt van most jelenleg nálunk, ugye a trafó körzet végén vagyunk, most 224, de most éppen kikapcsolt a készülék, tehát azért van ez, amikor bekapcsol, akkor rögtön leesik 217 voltra, úgyhogy most 217 volt van, így, hogy működik a kütyű. Na, szóval ennek az az oka, hogy ennyire alacsony a feszültségszintünk, mert a trafókörzet végén vagyunk, viszont amikor a szomszédunkban lévő napelemek dolgoznak, akkor ez bizony fölmegy 240 volt fölé is, mert itt a faluban nem nagyon van, aki elhasználja ezt a rengeteg energiát, amit itt betermelnek ezek a napelemek, úgyhogy én nem is fogok ilyen visszatervelős hálózatba rákötött napelemeket felszerelni, hanem én mindenképpen szigetüzemben gondolkodom, már csak azért is, mert nagyon nem tetszik, hogy ennyire megemelkedik a külső hálózaton a feszültség. Nézzük, hol is tartunk időben. 14 perc 20 másodperc telt el azóta, hogy beletettem a hidegvizet, és hát kukkoncsunk rá. Már buborékozik, de még nem kezdett el forni. És közben rájöttem, hogy ugye 140 fok környékére állítottam, és folyton kibekapcsolt a készülék, tehát így nem volt nagyon hatékony. Ezért most ráállítottam csutkára 240 fokra, és meglátjuk, hogy ugyan mennyi idő kell még neki kikapcsolni. Most is kikapcsolt egyébként. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nem for benne a víz, de már eléri a 240 fokot, kibekapcsolgat. Eddig 0,25 kilowattot használtunk fel, 10-15 forint áramba került még az, hogy még föl sem ford a vízünk, úgyhogy hát nem tűnik túl gazdaságosnak, és kezdem elveszíteni már most itt az elején a hitemet ebben a készülékben. Ennél sokkal hatékonyabb a vízforraló, azt már korábban is elmondtam más videókban, hogy én a vízforralónkkal szoktam fölforralni akkor is, hogyha a kerámia főzőlapon főzök valamit, mert sokkal hatékonyabb és sokkal gyorsabban fölfor benne bármi. Na most kezd el bugyborékolni igazán, és most kezd el forni, pedig 16 perc telt el gyakorlatilag. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz arány. És most kezdtem el azon is gondolkozni, hogy fűtőszként ez mennyire fog beválni ez a készülék, hiszen ha megnézitek a profi fritőzőket, ami tényleg fritőznek készült, akkor ott lehet, hogy nem véletlen, hogy belemerül a fűtőszál, mert itt alul van ugye a fűtőszál, ugyanúgy, mint a legtöbb vízforralóban mostanában. A fritőzőknél pedig belemerül az olajba, és alatta van egy 2-3 cm-nyi távolság. Ha belegondoltok, akkor pont ide erre a hideg területre leülnek azok az égett kis darabkák, amik képződnek a sütés során egy fritőzben. Na most itt ezek az égett kis darabkák a fűtőszára fognak ráülni, illetve hát ami alatt a fűtőszál van, és nem tudja úgymond leszűrni magát a fritőzünk, mert a hagyományos ilyen hideg zónával rendelkező fritőzőknél a fűtőszál alatt, ott ezek szépen összegyűltek, és ott utána ki lehetett őket szépen halászni onnan, amikor leöntöttük az olajat róla. Itt ez a lehetőség szerintem nem áll fenn, és ez problémát fog okozni most így józan paraszt észre belegondolva. Most kezdett el felforni. És 0,6
3 kW-nál tartunk. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán felforjon benne ezen közel 4 liter víz, ehhez ennyi idő kellett és ennyi energia. Na most már ontja magából a gőzt, hogyha lehet látni a felvételen, tehát most már lobogó vizen van, de ehhez 23 percre volt szükség. Ez vicc kategória szerintem. És most jöjjön a teszt, amiért az egész készüléket vásároltuk fritőzként. Feltöltöm ilyen professzionális fritőz olajjal, ezek sokkal jobban bírják a hőterhelést, többször tudunk benne sütni, mint egyébként a normál olajokkal, ezt én 10 literes kiszerelésben szoktuk vásárolni. Maximumi töltöm, az most meg is történt. 2,9 liter az űrtartalma, amíg a maximum jelzés van. Egyébként ilyen 160 Celsius fok az a hőmérséklet még, ahol nem képződnek olyan káros anyagok a sütés közben, ami kerülendő. Ismét kattog-pattog, mint az állat, hőnek az eloszlását. Ez nagyon, nagyon brutális, tehát tök olyan hangja van, mint amikor el is pattanna az alumínium öntvény. Ilyen a hő eloszlása benne. Nagyon érdekes, ahogy az olaj áramlik. Tök jó felvételeket lehet meg, tök érdekes dolgokat lehet megfigyelni a hőkamerával. Most egyébként itt is. Nézzetek meg ott mennyire hideg az a rész. És akkor ilyen buborékokban meg szépen jön föl a felszínre az olaj. A szél az meleg. Az olaj az nyilván, mivel sűrű anyag, ezért leüti folyamatosan. És nagyon érdekes, hogy ott nem akar. Na most kezd ott is elkeveredni. De itt is felfedezhető ez a patkó alak egyébként. Tehát ott a legmelegebb. Be tudnám úgy is tenni a nyelet, és rá tudnám tenni a tetőt, hogy ennek ki lenne vágva mondjuk egy rés, mint az összes többi fritőzön egyébként van. Tehát ezt úgy tudjuk belehelyezni, ezt a fritőzrácsot, hogyha kicsatlakoztatom, lecsatlakoztatom róla ezt a nyelet. Itt tudjuk csak azt elérni, hogy ne legyen minden olajszagú a konyhánkban, ha le akarjuk fedni. Na, úgyhogy most trapista sajtot fogok kisütni, illetve egy kis édes burgonyát. És ugye majd úgy lehet kiakasztani ide a szélére, és ennél is ez a probléma, nézzétek, hogy már csöpög is lefelé róla. És ez kifelé fog lecsöppenni, és hogyha pont itt van a hőfokszabályzó, akkor a hőfokszabályzót fogja megcélozni. Úgyhogy ez megint egy oltári barom megoldás a gyártótól. Mutatom még egyszer, tehát ez, amit ki kéne akasztanom innen, onnan még simán csöpörészik az olaj. Ez érdekes, a Lidl-es fritőzni meg lehetett oldani. Úgyhogy egyre nagyobb csalódás nekem most ez a fritőznek vásárolt valami. Lássuk. Az is biztos, hogy ez nincs 160 fokos hőmérséklet, amire beállítottam. Nagyon bánom, hogy hallgattam az eladóra. Nagyon, nagyon bánom, hogy ezt vásároltuk. Ez egy elég rossz döntés volt, azt kell, hogy mondjam. Ezt, ha leakasztom, akkor ismét azzal találkozom, hogy csöpög, mint az állat. Hogy le akarom fedni. Ez egy vicc. Vicc. Nos, itt be is fejezem a tesztelgetést. Egyszerűen ez fritőznek szerintem teljesen alkalmatlan. Ez egy óriási csalódás ez a készülék, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nevetséges. Nagyon sajnálom, hogy ez lett a tesztem végeredménye. Tényleg nagyon bíztam ebben a készülékben, de nézzetek, semmi nem történik. Tehát egyszerűen nem tudja felmelegíteni ezt a 3 liter olajat. Ezt tényleg jobban át kellett volna gondolnom, és ha józan paraszt észre belegondolunk, ha közvetlenül bele van téve a fűtőszál az olajba, az sokkal hatékonyabban tudja melegíteni, és egyáltalán nem véletlen, hogy a hagyományos ilyen fritőzők, még a profi fritőzők is úgy működnek, hogy fűtőszál van benne. Pedig azt gondoltam, hogy ez egy tök jó megoldás, és a boltban pont ezt hallottam az eladótól, hogy ez egy tök jó megoldás, mert ez egy csomó előnye van ennek. Nem, ennek csak hátrányát látom. Csak hátrányát. Most beletettem ezeket, és nem mozdul semmi, szívja magába az olajat, nem történik semmi. Ez elfogadhatatlan.
Na de legalább ilyen videó is lesz a csatornán, amiben valami nem sikerül. És azért gondoltam, hogy meghagyom ezt a videót, és nem törlöm, mert azt gondolom, hogy ilyen tapasztalatokra is szükség van, és ezt is meg kell, hogy osszam veletek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!